Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai alkalommal szintén szeretettel köszöntök mindenkit, aki a televízió segítségével bekapcsolódik a mai együtt gondolkodásunkba, együtt ünneplésünkbe is, hiszen a közösségeknek az órája az valójában mindannyiunk számára egyfajta kiemelkedés a hétköznapból, hogy megtapasztaljuk, hogy Krisztus itt van közöttünk jelen. A mai napon különös szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Paulákat, illetve a Vandákat, akik névnapjukat ünneplik, illetve azokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat, vagy az elmúlt napokban ünnepelték, vagy fogják ünnepelni, illetve nyilván azokat is, akik valamilyen évfordulót, akár házassági, vagy bármilyen más évfordulót ünnepelnek. A görög katolikus egyházban ezen a napon Xenofon szent életű atya és társai emlékét tiszteljük, a római katolikus liturgiában pedig Szent Timóteus és Szent Titus püspököknek az ünnepét ünnepeljük, illetve emlékezünk arra, hogy 1699-ben megkötik a karlócai békét, amely Tököi Imrét számüzetésbe kényszeríti, illetve 2007-ben Szlovákia és Magyarország közösen kérelmezi a komáromi erődrendszer felvételét a világörökség megmaradt műemlékei közé. Egyébként a mai nap az a nemzetközi vámnap is. Ahogy köszöntöm a kedves nézőket, közben buzítok mindenkit arra, hogy mivel ez egy élőadás, és lehetőség lesz a mai napon is telefonálni, bátran felhívok mindenkit arra, hogy akár a témánkkal kapcsolatban, akár azzal a vonatkozással is, hogy ugye lehet a mai napon is majd énekeket kérni, bátran hívják az élőadást a 061-808-95-55-ös telefonszámon, illetve hívhatják a közösségszolgálatot is a 061-780-80-85-ös telefonszámon. Vagy írhatnak számunkra e-mailt is a közösségszolgálat@evtm.hu e-mail címre. Szeretettel hívom tehát arra a kedves nézőket, hogy kapcsolódjunk bele a mai műsorba aktívan. Mai alkalommal a teremtés védelemmel fogunk foglalkozni az egész nap folyamán. Ezt a témát szeretnénk végigjárni, illetve ez nyilván különböző és nagyon szertágazó témákat is érint. Úgy gondolom, hogy megpróbáljuk talán a leginkább hétköznapi oldalról megközelíteni a teremtés védelemnek a témáját. Bevezetésként, mielőtt még a napkezdő énekünket énekelnénk, a Földanyánk című kötetéből Ferenc pápának szeretnék egy rövid részletet felolvasni, amely egyébként magáról a teremtés védelemről egy nagyon alapvető környezetvédelmi kihívások keresztény szemlélését alapul tűző kötet. De nyilvánvalóan, hogyha valaki például mondjuk az enciklikák sorában keresi az áldott légy enciklika, vagy latinul ugye a Laudato Si, szintén ezzel a témával foglalkozik. Az eukarisztia arra tanít, hogy szeretettel érintsük a világot. Mi történik ugyanis a misén? Mindent felajánlunk, és közben kérjük az atyát, hogy küldje el a szent lelket, hogy egyesítse szegénységünket Krisztusnak, az ő fiának áldozatával, aki azért jött, hogy ő benne valamennyien az atya gyermekeivé váljunk. Így módon kenyerünk és borunk Krisztussá válik. Az atya par excellence ajándékává, ami valódi testvérünké, akiben végre mindnyájan testvérek vagyunk, és testvérként ismerünk egymásra. Hisszük, hogy a világ az emberért létezik, mert annak ajándéka, aki szeret bennünket, és aki Isten gyermekei életének szolgálatában áll, ahogyan mindannyian mások szolgálatában állunk. És ahogy az eukarisztiában a kenyér és a bor Krisztussá válik, mert a lélek az atya személyes szeretete itatja át őket, úgy az egész teremtés, emberek, dolgok, állatok, növények, idő és tér Isten személyes szavává válik, amikor szeretésre, mások javára, különösen a rászorulók javára használjuk. Nagy remény, ajándék, bűnbánat, felajánlás, testvériség. Négy szó,
amelyek a valóság, a teremtés látásmódját fejezik ki, ugyanakkor a gyógyulás útját is megmutatják a birtoklásnak, a hatalomnak, a megosztással, az együttműködéssel és a tisztelettel való visszaéléseknek és visszaéléseknek a szükségéből az egyetemes testvériség felé, melyet Assisi Szent Ferenc az ökológiáért dolgozók védőszentje mutatott nekünk. A valódi emberi ökológiáért, mert magán hordoz a valamit abból a módból, ahogyan Isten üdvözíti a világot. Íme ez az én nagy reményem korunk számára. Ferenc pápának a szavai talán elénk tárják azt a szemléletmódot, ahogyan megközelítjük magának a teremtett világnak a dolgait, hiszen amikor teremtésvédelemről beszélünk, akkor egyszerre jelenik meg bennünk a tisztelet, az Isten iránt, aki ajándékba adja nekünk a Földet, és egyszerre jelenik meg a szívünkben a felelősség tudat, hogy hogyan működünk együtt az Atyával, hogyan működünk együtt a teremtés műveivel, és éppen ezért kérjük, hogy legyen ez a felelősség egyben egyfajta elővigyázatosság is, a jövőre való odafigyelés is számunkra. Hiszen valójában, amikor nekünk adja a teremtést Isten, akkor nem az a célja ezzel, hogy azt mi leromboljuk, hanem hogy megfelelően használjuk a mi üdvösségünk szempontjait figyelembe véve, és úgy használjuk, hogy annak segítségével valóban Isten dicsősége megnyilvánulhasson ebben a világban, és aztán nyilván a természet felettiben is. Mai kezdő énekünk szintén a teremtéshez kapcsolódik, az Éneklő Egyháznak a 123-as éneke, a Teremtő Lélek jöjj közénk, ezzel a Szent Lelket próbáljuk hívni, aki szintén indít bennünket arra, hogy a teremtés művében aktívan részt vegyünk, és hogy segítse a szívünket azzal a szemléletmóddal átitatódni, amely által tudjuk megbecsülni a teremtett világot.
mindjárt egy nagyon érdekes gondolat merült fel bennem, amikor készültem erre a mai napra, hiszen a teremtést általában nagyon sokan ugye az atyával, a teremtő mennyei atyával szokták azonosítani, de például ez az ének is rávilágít arra, hogy valójában a lélek is ebben a teremtő munkában vesz részt, a Szentlélek. És ugyanakkor nyilván nemrégiben előjött ez vasárnapi szentmisében is, illetve karácsony időszakban visszatérő elem, Isten igéjével, a kimondott igével, a megtestesült igével, a Krisztussal való találkozás, aki által minden teremtetett, ami lett. És éppen ezért nyilván, amikor teremtésről beszélünk, akkor van egy olyan kép bennünk, hogy úgymond Isten egyszer csak leül az asztalhoz, elkezdi megtervezni, és gyakorlatilag úgymond minden a terv szerint megvalósul. De hogyha ilyen módon szemléljük a Szent Háromságos együttműködésben, közösségben való szemlélésben, sajátos feladata mutatkozik meg az Atyának, sajátosan ebben részt vesz a Fiú, illetve a Teremtő Lélek is. És éppen erről próbál ez az ének kicsit tanúságot tenni, hogy a Szentlélek bennünk is tovább viszi azt a teremtési működésmódot, azt az Atyával való együttműködési módot, amilyen módon mi a teremtett világra egyáltalán rátekinthetünk. Nagyon érdekes, mindjárt itt a második verszak, te kit védőnek mondanak, s mellénk a magas ég adott, tűz, élő forrás, szeretet, lelkek lelki olaja. A tűz alapvetően az energia, amely áthatja az egész teremtett világot, és tudjuk azt, hogy nagyon sok esetben például napjaink problémái is, amelyek a környezetvédelemnek meghatározó problémái, ez az energiához kapcsolódnak, hogy az minél inkább tiszta, minél inkább megújuló, Isten terve szerint való energia legyen, tehát olyan tűz, amely átalakítja ugyan a dolgokat, de nem tesz olyan károkat, amelyek visszafordíthatatlanná válnak. Az élő forrás, a víz, amely ugye a földbolygónkat alkotja, mint egy 3/4 részben, de magát a testünket is 78%-ban. Ez az élő forrás, a víz, amely úgymond kék bolygóvá teszi a mi otthonunkat, a földet. Ez meghatározza azt, hogy a Szentlélek úgy akar jelen lenni a mi életünkben, aki éltet minket, hogy elvisz bennünket ehhez a forráshoz, és hogy ebből a forrásból mindig tudjunk meríteni. És ma is a legnagyobb másik égető probléma, ami elő szokott jönni, az a tiszta víz kérdése. Magyarországon kicsit luxusban vagyunk ebből a szempontból, hiszen megnyitjuk a csapot, és akkor jön belőle az élő forrásból az élő víz, valahol egy olyan kis forrásból, ami itt a közelünkben, vagy néhány száz kilométeres körzetben ered. Persze mondjuk Dunába ugye messzebbről is érkezik, messzebbről is hömpölyögnek ezek a folyamok, de aztán ezt meg tudjuk inni. Viszont nagyon sokan a bolygónkon szenvednek attól, hogy nincsen élő, iható vízük. Nem úgy általában véve, hogy most a csapban nincs, mert az tényleg egy luxus dolog, hogy nálunk a csapból is iható víz jön, hanem hogy egyáltalán. Tehát, hogy nem tudnak vízhez jutni. Mert annyira szennyezett, annyira olyan mértékben megváltozott a környezet, hogy nincsen egyáltalán olyan egészséges, iható víz, amit ne kéne fölforralni, kezelni, vagy valamilyen módon átalakítani, hogy egyáltalán ihatóvá váljon. És a harmadik ilyen tulajdonsága szeretet, amely egyben tükrözi azt, hogy Isten szeretetből alkotja a világot, és ami viszont szeretetünk is az, hogy mi magát, ezt az ajándékot is szeretettel elfogadjuk, nem pedig tönkretesszük. Most gondoljuk el, csak egy nagyon egyszerű példa, hogy valakinek adunk egy szép ajándékot. Mondjuk egy kisgyermek áll előttünk, kap egy nagyon szép piros autót. Milyen érzés jelenik meg a szívünkben, akkor, amikor az autót fogja, az a kisgyerek, vesz egy kalapácsot, és teljesen széjjel veri, összetöri, teljesen használhatatlanná teszi. Hogyan viszonyuljunk ahhoz, hogy ajándékba kapjuk ezt a teremtett világot, és mi ezt ajándékként akarjuk megbecsülni, úgymond játszani vele, működni vele együttesen, használni úgy, ahogyan annak az ajándéknak a célja megvalósul, nem pedig szétverni, tönkretenni, megsemmisíteni, mert ez az ajándékozónak is valójában szomorúságot okozhat.
Persze tudjuk, hogy Isten nem így jelenik meg számunk, ilyen antropomorf módon, tehát nem így van jelen a mi életünkben, hogy ő most úgy szomorkodna ezen, de nyilvánvalóan nem örül annak, hogyha az ajándékait nem becsüljük meg. A Szentlélek ajándékai is ezért vannak jelen a mi életünkben. Ugye erre mutat rá a harmadik verszak, ajándékoddal hétszeres, te úgy az Isten jobb kezén, atyának ígért szózata, ki ajkainkat megnyitod. És most megnyitja az ajkunkat arra is a Szentlélek, hogy erről is beszélgessünk egy kicsit erről a témáról, hogy amivel nehéz is szembesülni, hogy egyáltalán a teremtés műveit mennyire tudjuk megőrizni, megóvni, ezzel a témával őszintén szembenézzünk. És hogy itt lássuk, hogy ajándékot ad nekünk a Szentlélek arra, hogy a bölcsesség belátás által megvizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk jobban és hatékonyabban, megújulóbb módon használni azokat az erőforrásokat, amelyeket nekünk ad Isten. Érzékeinkbe gyújts te fényt, szívünk szerelmet töltse be, s mi bennünk testi gyöngeség örök erőddel izmosítsd. A mi igazi erőnk az Istenből fakad. Ő ad nekünk igazi erőt. Mindazok az erő fitoktatások, amelyek megjelennek Istennel szemben, vagy a teremtett világgal szemben, valójában a mi testi gyengeségeinkről árulkodnak. Amikor azzal szembesülünk, hogy nem együtt működni akarunk a természettel, a teremtett világgal, hanem mint ezt kiaknázni, legyőzni, uralkodni felette olyan módon, hogy közben tönkretesszük azt, ez nem Isten terve szerint való, és úgy gondolom, hogy nem is célszerű. Tehát nagyon sok esetben, bár nem látszik mindennek a közvetlen következménye, hosszú távon azonban megmutatkoznak ennek a nehézségei. Ellenségünket üzzed el, a békét tüstént hozd közel, előttünk járva, mint vezér, kerüljünk mindent, ami árt. Igen, amikor a békére próbálunk imádkozni, és nyilván ez a béke gondolatköre megjelenik akkor, amikor imádkozunk azért, hogy ne legyenek háborúk, hogy az emberek egymással békességben éljenek, valójában a Szentlélekből próbálunk erőt meríteni. Aki arra indít bennünket, hogy békében legyünk egymással emberek, illetve a természettel is. Nagyon sokszor találkozom ezzel, hogy vannak, akik mint egy harcot vívnak, úgymond a természettel szemben. És ez a harc ez különböző szinteken mutatkozik meg, hogy a városi környezetben nagyon erősen jelen van, hogy szinte minden terület, minden felület lebetonozásra kerül, megmutatja, hogy ó, én le tudom győzni a gazokat, ezeket a kis hűcsomókat, a virágokat, mindent, amit Isten teremtett, ezt én le tudom győzni. Úgy gondolom, hogy ez sem a békességről szól. A békés együttélés az a teremtett világ dolgaival való együttélést is jelenti helyes értelemben, amely nyilvánvalóan kompromisszumokat is kíván tőlünk. De ilyen módon tudom ezt elképzelni a jövőben, és nyilván ezeket a témákat is érintjük a mai napon. Közben látom, hogy van egy telefonálunk, akit szeretettel köszöntök, dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus, atyám! Hát... nem is tudok szavakat találni, hogy milyen nagy szeretettel köszöntöm, mert nagyon boldog vagyok, nem csak én, ezt már megtapasztaltuk, hogy mindenki boldogan fogadja az ön személyét, a jelenlétét, és amit elmond, vagy amiben belekapcsol bennünket abba a boldogságba. Na most ehhez csak annyi hozzá fűzésem volna, hogy mostanában már ugye nem jut eszembe, aki tartsa azt a Szentlélek előadást, nem is tudom, az a hölgy. Na most attól kezdődően én elkezdtem úgy, hogy tényleg az imádságomat a Szentlélek meghívásával kezdem. Most gondoltam olyanra, hogy nem lehetne, hogy mondjuk nem csupán ezt maguk tudják, ez magint, mint papság, hogy a mise előtt, vagy mondjuk teszem föl, nem minden nap, de legalább vasárnap, meghívni a Szent Lelket a mise előtt, hogy
mélyebben bele tudja élni magát, mert ebben a szavakban benne van az, hogy kérjük, hogy azon a szentmisén teljes egészében részt tudjunk venni. Csak ennyi volna, majd én az énekekkel megkeresem magát, mert ezt említettem, hogy majd megkeresem. Ennyi volna, ami hozzáfűzésem van, mert nagyon boldog voltam, hogy így kezdődött a önáltal napunk. Örülök neki én is, és egyébként ezzel így egyetértek, hogy a Szentléleknek a jelenléte, hogy hangsúlyos kellene, hogy legyen minden cselekedetünkben. Azt gondoljuk, hogy azzal, hogy úgymond a keresztvetésnek a végén van a Szentlélek, az mondjuk úgy egy ilyen lefokozás, vagy nem tudom, mintha nem lenne kevésbé fontos a Szentlélek, tehát hogy Atya, Fiú, Szentlélek nevében vetünk ugye keresztet, pedig ez nem azt jelenti, hogy egyik isteni személy vagy másik isteni személy úgymond hangsúlyosabb, hanem nyilván ez a Szentléleknek a jelenlétét olyan módon próbálja ugye a liturgia közel hozni hozzánk, hogy azokban a funkciókban, azokban a szerepekben mutatkozik meg, ahogyan egyébként tapasztaljuk például, hogy az Úr Jézus is hogyan küldi a Szent Lelket az apostoloknak. Egyéb iránt például, most csak megint egy összehasonlítás, hogy a görög katolikus testvéreknél a hangsúlyos gyakorlatilag az átváltoztatás környezetében, tehát amikor ugye a kenyér és a bor átváltoztatásáról beszélünk, az az epiklézis, vagy a lélekhívás. Most ez úgy szokott nézni ki, hogy az pap így tartja a kezét ugye a kehely fölött, így ahogy így mutatom, ez gyakorlatilag egy galambot szimbolizál, van, hogy így is tartják, és ez a galamb képében leszálló Szentléleknek a megjelenítése, gyakorlatilag ez minden misében ott van, sőt, ugye maguknál a szentelményeknél is, és igazából mindegyik szentség kiszolgáltatásánál is hívjuk a Szent Lelket, hogy legyen jelen. Tehát, hogy a Szent Lélek ott közreműködjön. Igen. A saját maga módján. Ez nem mindig annyira tudatos, az viszont tényleg egy nagyon fontos dolog, amit így megtetszett fogalmazni, hogy az embereket kicsit nevelni is kell arra, hogy észrevegyék például, amikor mondjuk a Szentlélek tényleg jelen van, hogyha ők a liturgiából a Szent Lelket akarják leginkább úgymond ezt az átlelkesülést megtapasztalni, akkor észre tudják venni azt, hogy például mely szentírási részekben utalnak a Szentlélekre, hol van jelen például a Szentlélek hívása, mert hogy ezek jelen vannak egyébként a liturgiánkban, csak nem biztos, hogy annyira feltűnő. Tehát, hogy nem annyira úgymond szájbarágós a liturgiánk, és ez bizony tőlünk kíván egyfajta összeszedettséget, tehát tőlünk kívánja azt, hogy helyesen vizsgáljuk meg azt, hogy vajon a liturgiában hol van jelen számunkra. De egyébként ezeket az énekeket is én fontosnak tartom. Bizony! Tehát a Szentlélek énekek, a Szentlélekről szóló imádságaink, és egyáltalán önmagában maga a Szentlélektől átadott élet, ez úgymond át kellene, hogy hassa a mindennapjainkat. És ez most nem csak a karizmatikus megújulásban gondolkodóknak a lelkisége, hanem ez úgy gondolom az alapvető katolikus mentalitásunk. Igen. Kellene, hogy legyen. Tehát, hogy alapvetően a lélekből indítani mindent. És ez például mondjuk nagyon meghatározó, hogy például amikor kezdünk egy összejövetelt, igen, például mondjuk egy akár mondjuk Mária nap megbeszélés, akkor is a Szent Lelket hívjuk előtte. Lehet, hogy csak egy Szent Lélek Úristen áraz ránk kegyesen nagyon éneket. Nagyon szeretem. És ezek az énekek is arra indítanak bennünket, hogy nem vagyunk egyedül a tervezésben, nem vagyunk egyedül a teremtő munkában, az alkotásban. Még akkor se, hogyha úgymond nem konkrétan már dolgozunk, hanem még csak tervezünk, megbeszélünk. Az is már a tervezés része, az is már az alkotásnak a része, és ezt is egy kicsikét úgymond át kell itt vizsgálni, hogy teremtésvédelemnél is, hogy amikor elkezdünk már gondolkodni a jövőről, már gyakorlatilag azzal is kicsit már benne vagyunk a folyamatban.
Tehát, hogy a Szentlélek indít-e bennünket, hogy Istenre valóban úgy tekintsünk, aki ajándékba ad nekünk dolgokat, vagy úgy majd én magamtól akarok valamit, és akkor esetleg a jó Isten, hogyha akar valamit, akkor majd beleavatkozik. Hát ez nem így működik. Tehát régen se így kezdték a katedrálisok építését, hogy akkor majd mi emberként megmutatunk, hogy mit lehet, hanem hogy együttműködve a Szentlélekkel, együttműködve Istennel, nem véletlen az, hogy megáldjuk a házakat is, például most nem régi. Igen. Tehát ez is most így a házszentelések időszaka is volt, ugye, az elmúlt időszak. Még most is vannak házszentelések, mert hiszen kérjük azt, hogy Isten áldása is kísérje. Bizony, nagyon fontos. Nagyon. Atyám, még annyit... Igen? Annyit szeretnék, még most pont maga említette meg a szentelményeket. Igen. Hát ez is nagyon fontos volna, hogy tudatosuljon az emberekben, mert nem mindenki tudja, hogy a gyertya meg a szentelt víz milyen jelentőségű. Igen. Hát, hogy hintsünk magunkra, vagy ha valami olyasmi halottainkért, égessünk gyertyát. Tehát, hogy is mondjam, ezek mind olyanok, ami a kérelmeinket, a vágyainkat Isten iránt, vagy a szeretet, a hozzátartozók, mit tudom én, hogy is fejezem ki, hálánkat, ezt kifejezi. És akkor van még, amit úgy hiányolok, hogy a szent búcsuk, amikor ugye kegyhelyeken, hogy elmondani, hogy azon a búcsú részvétel egy mi atyánk üdvözlés a szent atyának a szándékára, ez is már búcsút nyert. A búcsúval nagyon sok minden, úgymond hát tisztulás, meg stb. Létrejön. Igen, ez egy... Ennyi volna csak a mai nap hozzászólásom, atyám, és a jó Isten áldja meg ilyen fiatalon, ilyen áldott jó lélek, nagyon-nagyon nagy kincs mindenkinek. Jó, köszönjük szépen ezeket a gondolatokat. Még van egy telefonálunk, csak még egy-két mondatban. Tehát a szentelményeknél csak ugyan fontos, hogy régen természetes volt az, hogy a szent dolgok körülvettek bennünket. Egy házban szentekről készült festmények, szentképek, feszület a falon például, egy szűzanyaszobor, egy-két virággal, és ezek nagyon nagy kincsek voltak, hiszen nem lehetett csak úgy hozzájutni, mint tömegtermékként, cikként ezekhez. Ezek nagyon sok esetben kifejezték az ember szeretetét, és ma is fontosnak tartom szerintem a szentelményekkel való együttműködést, hogy azt lássuk, hogy Isten is jelen van a mi életünkben. Tehát ahogyan mi jelen vagyunk a világból bizony Istennek lefoglalt tárgyak is vannak, és ezek a lefoglalt tárgyak is segítenek bennünket Istenhez közeledni, és a búcsukkal kapcsolatban pedig tényleg az, hogy sokszor nem is vesszük észre, hogy mennyire sok kegyelmet kaphatnánk, vagy nem ismertek ezek a dolgok, hogy búcsukkal hogyan kell bánni, de úgy gondolom ezek is olyan ajándékok Istentől, amelyeket szüntelenül kínál nekünk, és elfelejtjük, hogy ezeket az ajándékokat is elfogadhatjuk tőle, illetve ezekkel együttműködhetünk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt így... Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! És közben úgy látom, hogy egy másik telefonálónk is van, hogyha jól látom. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék, én vagyok, Robert atya. Igen, halljuk most már. Robert atya, két hete beszéltünk egymással, Feledi Józsefné tanárnéni vagyok, Arlóból. És elmondom, most fekszik a férjem halva, de elmondom, miért mondom, atya. Hát tetszik emlékezni arra, hogy mondtam, hogy már nekünk a közelebb Uram hozzád, és milyen, néztem a Bányai Miklós úr műsorát, kedden este is, hétfőn este volt, és ezzel mondtam, hogy ez a közelebb Uram hozzád, az amsterdami kórus és zenekar, és én a kedden este a férjem, ahogy rosszul lett, már nem beszélt, tudtuk, még mondta az orvos, hogy vége lesz,
és én kedden este bekapcsoltam a Bányai műsorát, és megint elhangzott a közelebb, közelebb, uram, és atya, ezt nem tudom elmondani, hogy mit érzek, hogy ez egy isteni rendeltetés, hogy amikor már ő itt elhallgatott, itt volt az egész család, az unokák, a gyerekek, és még becsül is hazarohantak. És akkor elhangzott ez, hogy közelebb, közelebb, uram, hozzá. És csak azért mondom el, atya, hogy nem, elnézést kérek, mert alig tudok, majd kedden lesz a temetés, hogy ezt elmondjam, hogy tudja még mindenki, hogy ez nem véletlen, hogy ezt akkor kellett nekem hallgatni, és biztos, hogy ő is hallotta, amikor szépen megszólalt a zene, és volt benne egy elgedű szóló is, még a beszéd közben. És elmondom csak ezt az atyának, hogy nagyon köszönöm, hogy én ezt elmondhattam, és megkaptam azt, hogy amikor ő már kész, már az akart menni, akkor ez a zene szólt, és őt úgy atyálni. De csak azért mondom el, hogy mindenki tudja, hogy ez nem véletlen dolog volt. Jaj, de én nagyon, nagyon hát köszönöm. Nem tudom, hogy esetleg ott van-e, meg tudná, le tudná játszani, hogy tudja. Jó, megkeressük majd akkor ezt is. Jó, hát mert én akkor vártam, hogy esetleg, de olyan sok aranyos kedves betelefonáló volt, hogy ő nekik is, hogy még én engedtem, én nem mondom, hát házat játsza, de most, amikor ő most fekszik halva, hogy esetleg, hogy ha az atya le tudna, ez az, és azzal fejezte be Bányai Miklós, és hogy uram, egyre közelebb hozzád, és úr, felcsendült ez a zene. Le is teszem, atya, nagyon, nagyon köszönöm. Hát fogadj őszinte együttérzésünket, meg imádkozunk érte, és akkor megkeresem mindjárt az éneket, és akkor majd közösen el is imádkozzuk érte. De egyébként tényleg ezért vagyunk itt a Földön, hogy mindig közelebb kerüljünk. Ugye, ezért mondtam el, atya, alig van erőm, itt vannak a gyerekek, én most bejöttem, bekapcsoltam, mert reggel a Szentmisét bekapcsoltam, és úgy maradt, még itt a Bónum TV-t bekapcsoltam reggel a Szentmisét, hogy és akkor most, ahogy jöttem, visszajöttem a konyhából, látom, hogy az atyával mondom, elmondom, hogy tudja még mindenki, hogy milyen isteni csodák vannak, hogy és egy nagyon szép 67 évi házasság után ment el, 92 éves lett volna májusban, és egy boldog házasság volt. Köszönöm szépen, atya. Jó, hát fogadj őszinte részvételmet, és akkor majd elénekeljük ezt is akkor. Dicsértessék a Jézus. Mindörökké, amen. És akkor van még egy telefonálunk, és még őt is meghallgatjuk, és akkor utána pedig elénekeljük akkor ezt a közelebb-közelebb éneket. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én Debrecenből keresem az atyát, és annyira szeretem a műsort, hogy a Jóisten úgy áldja meg ezért a műsorért, meg az zongoráért, és van nekem egy nagyon-nagyon nem annyira nagyon, 80 éves beteg testvérem, aki 130 kilométerre lakik, napi kapcsolatban szoktunk vele telefonálni, és mindig beszélünk az imáról, mert nagyon súlyos beteg, eltört a karjai, nem jól gyógyult meg, nem tudja használni a kezét, és akkor összement a csigolyája, szóval egy derék helyes nő volt, és egy kis 26 centivel kevesebb kis összetöpörödött hölgy lett, aki egy derék magasabb volt tőlem, és súlyosabb, és most 10 kilóval
soványabb szegénykém, és mondtam, megígértem neki, hogyha fog majd a plébános úr beszélni, akkor én meg fogom kérni, csak nagyon-nagyon kis rövidet, mert a Szent Lélek nekünk itt van a szívünkben, minden nap kérjük a gyógyulását is ezáltal, és hogy most erről sokat beszéltek is, és annyira indítatást kaptam arra, hogy én nekem fontos, hogy csak rövid kis, csak hogy jöjj Szentlélek, Úristen, árad ránk lelkedet, és hogy ezt a kis, rövid kis éneket énekeljük már el, és hogy tudjam megmondani neki, hogy meg fogsz gyógyulni, nővérem, mert van gyönyörű családja, de nagyon készül a halálára, mert már neki nagyon el van keseredve. Ennyi volna a kérésem. Jó. És mindig hallgatom nagyon a plébános úrnak a beszédjét, mert el sem tudom mondani, milyen drága szavakat mond, olyanokat, ami teljesen megérinti a lelkemet. Köszönöm szépen, hogyha elénekeljük. Jó, akkor majd a Jöjj Szentlélek Úristent is elénekeljük. Most még a közelebb-közelebbet azt már így kikészítettem. Jó. És akkor utána majd erre is sort kerítünk. Most úgy tudom, hogy talán még egy telefonálunk van, mert akkor nincs. Volt, csak letette, azt mondta. Ja, jó. Valaki, jó. És úgy kerültem én azonnal ide. Jó, akkor majd a szent lelket is hívjuk. Az a mosolya is olyan, nem tudom, olyan telefon, vagy a tévén keresztül is valahogy úgy megérint engem, hogy nem is tudom elmondani, hogy milyen örömet tetszik szerezni nekünk, hogy itt tetszik köztünk lenni, és hogy tetszik minket, akik lelki szegények vagyunk, mert azok vagyunk, hát Istenbe bízunk, szeretjük, de mégiscsak kell nekünk a bíztatás, meg az, hogy tanítson valaki, hogy oktasson, hogy tudjunk másfele is beszélni, tudjunk úgy megnyilatkozni, hogy megtudják azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Mert azt mondja a Biblia is, hogy ismerjenek meg titeket, ha rátok néz valaki, hogy kik vagytok. És én buszon megyek, és a buszos azt mondja nekem, hogy áldjon meg az Úr, mikor szállok le. Soha nem láttam, soha nem beszéltem vele, és én visszafordultam, és mondtam, köszönöm, önt is áldja meg az Úr, ugye maga keresztény, és azt mondja, hogy igen. Olyan boldog vagyok, mikor ilyen emberekkel találkozok, aki engem soha nem látott, és azt mondja, áldjon meg az Úr, mikor szállok le. Egy fiatal ember, hát annyira boldog vagyok ilyenektől. Csak hogy ennyi mindenkivel lenne, ennyi sok keresztény ember, egyre több lenne a világon, meg aki Isten szeret, mert ha nem teremtett volna meg bennünket, akkor nem tudnánk érezni, szeretni, nem tudnánk tenni, beszélni, és hogy ilyenről tetszett beszélni, hát az egy csoda. Nagyon szépen köszönöm, nem húzom az időt. Az énekeket meghallgatom. Jó. Bekapcsolom és meghallgatom. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Köszönjük szépen ezt is. És akkor most a közelebb-közelebb Uram hozzád éneket énekeljük együtt. Köszönöm, Istenem.
Az éneket is így imádságként az előző telefonálónknak küldenénk, illetve hát bízom abban, hogy tényleg mindannyian tudunk valamennyire közeledni az Úr Jézushoz. Nincsen elfelejtve még a utána következő Szentlélek hívó énekünk is, de közben van egy újabb telefonálónk, akit szeretettel köszöntök. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Hát a nevem az Miki. Jó, üdvözlöm, Miki. És a lényeg az, hogy hát a korom az meg olyan mindegy, hát a korom az fekete, tetszik tudni a kéményben, de az enyém az kicsi más. Na most a lényeg az, hogy én egészen más dologra szeretném kérdezni az atyát. Igen. Mert itt, hát a Jóisten rám tett egy kicsit a vállamra, egy ilyen, jó, viszont a családban nevelkedett úriember, az valamilyen utóbb módon hozzánk keveredett, és bent a lényegtelen. És hát folyton engem kérdez, hogy hát, szóval hogy mondjam? Na hát ő keresi az utat, tetszik tudni. Igen, hogy közeledjen Krisztushoz, igen. Igen, igen, tehát a közeledjen. Uh-huh, és ugye keresi ezt az utat. Na most, hát én nem tudom, hogy ezt én hivatásként kaptam, vagy ajándékként, vagy nem tudom, de hát ez szinte minden nap beszélek a Szentírásra, járunk is hívtalra, a Pesedrözi plébániára, és aztán, hát ugye ott hallgatja is, és hát teljesen változik, hát most már például ott adok el, hogy most tanítom keresztet vetni, hogy kell. Ez el is szerintem egy eredmény, nem? Igen, igen, de persze. Minden közeledés már eredmény. Igen. Na most a másik pedig az, hogy sokat kérdez a Szentlélekről. Uh-huh. Hát persze én azt tudom, hogy a Jehováknál Krisztus az nem Isten, és nem keresztre feszítették, hanem össze-vissza szögelték, mit tudom én, ilyen koróra. Ők így vallják, nem tudom, meg atya biztos, hogy ismer. És aztán, hát ők nem Istennek ismerik-e Jézus, hanem egy, nem is tudom ki ők, aki nem Isten, egy ember, aki meghalt, de nem értünk, hanem meghalt. De csak azt mondtam, hogy hát jó, minden jó, ezzel nem foglalkozunk ők. De amikor azt mondja, hogy már megértette azt, hogy ez az ember, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek az egy. Igen, igen. Ezt elmagyarázom. Hát persze én egy egészen triviális, egyszerű módon fogtam egy torstokot, és kérem szépen azt felhajtottam, mondom, hány oldala van? Azt mondja, három. Visszaúgtam, mondom, sose, de mennyi? Azt mondja, egy. Beszik érteni? Uh-huh. Viszintesítettem, és föltöttem a háromszögbe.
Na mondom, ezt jelenti az. Azt jelenti, hogy melyik az atya, melyik a fiú, melyik a Szentlélek. Mondom, mindegyik. Ugyanaz. Ugyanaz. Azt mondja, akkor hogy lehet, hogy Jézus azt mondja, Isten két jött a földre. Hát van először is a jövendőségben is benne van. Másodszor pedig az, hogy hát Zsoltárokban is ott áll, szinte mindegyik Zsoltárban majdnem. És azt mondom, hát be is teljesedett rajta mindaz, és mondom, hát azért 2000 év alatt, hogyha ez nem lenne igaz, akkor már rég a cirkuszoknak a műsorása lenne. És aztán, de mondom, hát igaz, de mondom, a feltámadás ez egy olyan dolog, mondom, hogy hát ugye elsőként a holtak közül, hát azért egy kicsit más, és testben. És a mennybe menetel, ugye csak azt tudsz fölmenni, aki alászad. Igen. És azt mondja, de hát azt mondja, hát hogy van ez az, hogy hát a Szentlélek, vagyis a Szent Háromság így egy. Hát próbáltam úgy megmagyarázni, hogy ott van az Atya, a Fiú. Ugye az Atya, azt tudjuk, hogy az megalkotta, teremtett ezt az egész világot, meg amit nem tudunk, hogy mit. És kérem szépen, ő a Teremtő, az Atya, vagyis a Fiú a megváltó, és a kettőjük szeretett a Szentlélek. Igen, ez is egy ilyen megközelítés. Igen, mert egyébként nyilván a Szent Háromság misztériumának a megértésére ugye úgymond racionálisan nem vagyunk alkalmasak, mert egy olyan titkot próbálunk megközelíteni, ami nyilván Istentől jön, de hogy megsejthetjük, hogy milyen. Ugyanakkor pont éppen ma is ugye beszélgettünk erről, hogy nyilván ezt a teremtő megközelítést szoktuk az Atyával összekapcsolni, de ugyanúgy a teremtésben gyakorlatilag mind a három isteni személy részt vesz. Illetve ez a személyben való különbség, lényegben való egy, ez így definíció szerint könnyűnek tűnik számunkra, ugyanakkor ennek a megsejtése, vagy úgymond az életünk részévé tételéhez csak ugyanaz kell, hogy valaki közeledjen, úgymond a valamilyen módon Istenhez. Tehát, hogy ahogy az előzőinek is erre rámutatott, hogy ez a közeledés, ez nem csupán úgymond azt jelenti, hogy tartunk a mennyország felé, hanem hogy itt a Földön is közeledünk egymáshoz. Megjelennek bennünk azok a képek, hogy a másik szeretetén keresztül is meg akarjuk tapasztalni Istent, illetve Isten szeretetén keresztül is meg akarjuk tapasztalni, hogy hogyan tudunk közelebb kerülni fele barátainkhoz, még azokhoz is, akikhez nem annyira könnyű, mert például mondjuk az ellenségeink. Tehát, hogy nyilván ez egy hosszú folyamat, ez egy nem azonnal megérthető, hanem inkább lassan megérezhető folyamatként jelenik meg. Tehát, hogy mindenképpen buzdítom arra, hogy később is beszélgessen velem, meg hogy... Persze, hát folyamatosan ma is megyünk hittanórára, és aztán meg föl szokott jönni hozzám, és kifejezetten ilyen dolgokról beszélgetünk. Hát, ugye ott van, nem tudom, jó, minden is szentírás jó, ami katolikus. De ahogy észrevettem most a Szent Jeromos, az azért, bocsánat, nem jobb, szó sincs róla. Az azért jobb használni, mert ott jobbak a magyarázatok. Tehát abból élek. Igen, igen. Egyik. A másik pedig Hajdonában, Danában 58-62-ig voltam kispapasztán, politikai okokból eltávolítottak. És aztán, hát most mit csinálja? Hát ez van. Hát akkor olyan világ volt, hogy szörnyű. És aztán, hát abból is, ami megmaradt bennem, úgy valahogy úgy jön elő belőlem. Na most ugye majd fogja énekelni nyilván ezt a Jöjj Szent Léleket. Hát innen érzem azt sokszor, amikor vele beszélgetek, hogy jön hirtelen valami, amit mondok a számon keresztül, azt mintha a Szent Lélek mondaná nekem. Igen, létezik ilyen? Mert hogy ugye ezt is olvassuk, hogy nem ti fogtok beszélni, hanem atyám lelke szól majd belőletek, tehát ezt ígéretként is megfogalmazta, hogy Jézus,
de gyakorlatilag már maga a beszélgetés is Istennek a közelségét jelenti. Tehát, hogy amikor már beszélgetünk róla, már akkor is úgy közelebb kerül hozzánk. De meg hozzá is nyilván, aki keresi is, ő hozzá is. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezt így megtetszett osztani velünk, meg így buzdítom. Én inkább egy tanácsot kértem volna erről a Szentháromsággal kapcsolatosan, és megkaptam. Igen. Köszönöm szépen, mert ugye nekem is egy elég nagy gond, mert erről beszélgetünk, meg arról is, hogy hát most ez a legújabb, hogy mi az, hogy örök volt-e kezdete, van a kezdetének kellett lenni az öröknek. Mondom, nem. Az örök az örök. Mondom, se kezdet, se vége. Az igen. Örök. Ez meg már egy filozófiai téma is, igen. Ez a mi kereszténységünk, hogy nem mindig könnyen érthető, és még hogyha itt definíciókat meg is fogalmazunk, még akkor is, hogy az életünk részévé legyen, ahhoz idő kell. Ahhoz idő kell. Persze, persze. És hogyne? Nagyon sok idő kell, mert míg az ember eljut, hát évtizedek múltak el felettem. És kérem szépen, aztán az örökkel kapcsolatban azt mondja, hát ezt nem tudja elképzelni, azt mondja, mi az, hogy örök, azt mondja, csak kellett lenni egy kezdetének. És azt mondja, honnan tudjam, hogy mi az az örök? Hát erre tréfásra azt válaszoltam neki, tudod mit, halljál meg és megtudod. Akkor biztosan kínoszott vele, hogy már nem tudtam más választ adni rá. Igen, mert ez is inkább egy filozófiai téma, és nyilván az a mi véges természetünk nem feltétlenül tudja felfogni ezeket a végtelen felé irányuló filozófiai fogalmakat. Szinte állítom, hogy senki nem fogja fel. Igen, igen. De ez is arról szól, hogy valaki akkor már közeledik, úgymond Isten felé, hogyha ebben kezd gondolkozni és próbálja megsejteni. Hogy, szóval hogy... Akkor van értelme a persze, mondani valóinnak. Mindenképpen, amit elmondunk, és hogy próbáljuk megsejtetni, még akkor is, hogyha ezt nem tudjuk tökéletesen, mert ugye a véges természetünk azért bizonyos esetekben ugye akadály, de akkor is ez a feladatunk valójában végig, hogy próbáljuk megsejtetni a végtelent a másikkal, mindenkivel, meg ez mindannyiunknak a küldetése, hogy evangelizáljunk, közelebb vigyük Krisztust a másik emberhez. Semmi. Igen, különben is, amíg tudtam járni, ugye addig már most nem tudok, csak ilyen baszkokkal járunk, mindenki hosszú. És ki voltam sokat, és amikor beszélgettem az embereknek, általában már ugye a negyedik mondat nem az evangéliumnál tartottam. De hogy miért van ez így, nem tudom. Uh-huh. És befogadták, sokan befogadták, akik nem fogadták be, azok elmentek. Uh-huh. Most mit csináljuk ilyenkor? Hát nem biztos, hogy mindenki befogadja egyöntetően. Az már a kegyelem is. A mi feladatunk, hogy beszélünk róla. Aztán a másik embernek is van lépése, meg munkája ezzel. Tehát, hogy azt is tudatosítanunk kell, hogy az Isten kegyelméhez nem csak az kell, hogy úgymond valaki észreveszi, hogy Isten kegyelme közelít hozzá, hanem az is kell, hogy valaki erre igent tudjon mondani. Tehát, hogy el tudja fogadni. Ehhez nyilván lépéseket tesz a másik ember is, aki befogadja. Igen, tehát az elfogadással kell akkor inkább foglalkozni. Ilyen ad hoc összejövő beszélgetéseknél. Hát igen, hogy ő mennyire tud lépéseket tenni, hogy ő is maga is közelebb kerüljön Krisztushoz. Mert hogy itt nyilván, amit az előző ének is megfogalmazott, hogy közelebb-közelebb, az nem csak azt jelenti, hogy úgymond meg kell halnia valakinek, hanem azt is jelenti, hogy lassan az életének egyre több részében, döntésekben, mindennap életvitelben, tehát mondjuk imádkozik valaki, egyre több részében jelen van Krisztus. És ennek nincsen úgymond betelített fokozat, tehát nincs egy olyan állapot, amikor azt mondom, hogy én már nem közeledek Jézushoz. Tehát ha egy egész napot töltenék imádságban, akkor is lenne még olyan állapot, hogy még attól is közelebb kerüljek Jézushoz. Tehát ez nincs ilyen fokozatosság, hogy az már teljesen egy olyan plusz fokozat, amitől már nem lehet tovább lépni. Mindig lehet közelebb kerülni Krisztushoz, egész életünk erről szól, és ez nyilván a mi lépésünk is, meg annak a lépése is, aki próbál most Krisztushoz közelebb kerülni,
meg mi is próbáljuk közelebb vinni az emberekhez, de általában véve úgymond minél inkább erőfeszítést jelent annak, aki úgymond közelebb kerül Krisztushoz, annál inkább tartja ezt értékesnek, ez a tapasztalat. Ha valaki, úgymond, ha gondoljunk Mária Magdolnára, tehát hogy bizony, mert nagyon szeretett, mert hogy nagyon sokat bocsátottak az, meg neki. Ez az egy szó, nagyon szeretett, és a föltámadás után ezért jelent meg Máriának, még akkor is, hogyha összetévesztett a kertrészben, de nem is ez a lényeg, hanem azért, mert annyira kereste Krisztus, és annyira szerette, hogy megtalálta. Igen. Hát így van, így vagyunk mi is, hát annyira szeretni kell, hogy megtaláljuk. Igen. Az egyik, a másik pedig ugye tegnap valakivel szóba volt a keresztről. Hát mondom, a keresztről egy olyan dolog, hogy akár hová, merre nézünk, mindent találunk egy keresztet. Útjainkon. Nem mindegy, hogy hát mi azon az úton merre megyünk. Mert mondom, ott van mindig a kereszt. És attól erre, arra, valamerre megyünk. Előre, hátra, középen, mozdulunk, mindenfele. Tudnunk kell azt, hogy merre megyünk. És van a kereszt, mindig adja az iránymutatás. Igen, igen. És van a keresztnek millió egy ilyen kis útmutatója van, csak ugye Jézus arra vigyázz, hogy mi arra, mert egy nagy rávezényeljen bennünket, még akkor is, hogyha más kell hozzá. Igen, ez, hogy hogyan vezet, ez is egy külön nehéz kérdés, hogy nem is biztos, hogy mindig érzékeljük, hogy közelebb kerülünk hozzá, de attól vezet bennünket, attól még irányt mutat, attól még segít, hogy irányban maradjunk, mint minden egyes kereszt. Hát igen, persze, ezek azok a dolgok, amik engem jobban érdekelnek, ugye, mert sajnos ugye, találkozom olyan emberekkel, akik még hát, ha velem találkozok, én nem tudom, miért de automatikusan fölmerül a kereszténység. Pedig senki vagyok, egy nulla. Egy ugyanolyan nulla ember, mint a 116. vagy a 8 milliárdodik. És kérem szépen mégis, hát nem értem. Mindennyian kapunk küldetést arra, hogy az evangéliumot hirdessük, tehát az nem kell hozzá extra embernek lenni, tehát gyakorlatilag nem, minden kereszténynek feladata és küldetése, hogy evangelizáljon, hogy az Isten tanítását azt átadja a másik embernek, és ez azért is fontos, hogy egyrészt mi megismerjük a tanítást, meg az is fontos, hogy továbbadjuk azt, amit belőle tudunk másoknak. Közben még igen, más is vár még telefonra itt, de ez egy nagyon jó, fontos téma ez is. Köszönöm szépen, hogy el tudtad igazítani, és amit úgy nagyon hiányok néha, hogy a mobiltelefonba beütögetem, hogy mi kell és mire vagyok kíváncsi, kapok rá választ, de ilyen jó válaszokat nem tudok kapni. Hát nincsenek kész, az internet arra való, hogy kész válaszokat adjon. Ezekben a témákban meg nincsenek úgymond kész válaszok, mert hogy ezek nem olyan válaszok, amik, tehát definíciókat lehet találni az interneten, arra jó. Tehát, hogy vannak definíciók, tehát, hogy vannak módszerek, de arra, hogy megtapasztalni, hogy tényleg közelebb kerültem Krisztushoz, ahhoz gyakorlatilag úgymond a vallásos Jézus tapasztalat. Igen, igen, igen. És tapasztalat, igen. Hát azért köszönöm szépen, és ne haragudj, hogy ilyen sokáig zavartam. Köszönjük be, szépen, mi is. Nagyon, nagyon jó eset, hogy ezt valaki elmondta. Egyébként naponként hívom szinte, és mindenkivel van valami olyan gond. Most láttam ugye, hogy a teremtésvédelem a lényege, de hát én most attól eltéptem, mert nekem most ez volt a fontos, de baj. Nem, de meg ezzel is érintettük ott az elején a Atya, Fiú, Szentlélek teremtő témát, igen, ugye az elején igen, is, igen, hogy, igen. Hogy ezt is, hogy megérteni nem lehet, de úgy valamilyen módon megsejtjük talán, hogy hogyan vannak jelen. Esetleg, igen, igen, igen. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus. Mindörökké, amen, köszönjük szépen. És további szép szolgálatot kívánok. Köszönjük szépen. És akkor szeretettel... Halló.
köszöntöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönjük a türelmét. Jó, dicsértessék a Jézus Krisztus, hát gyönyörű volt az ének. Halló? Igen, mindörökké, amen, itt vagyunk, igen. Igen, csodálatos volt az ének, én egy templomi kórusban énekeltem vidéken, és ezt mi minden alkalom, temetés alkalmával énekeltük, és ez egy rettenetes, megható, gyönyörű ének. És én most ezzel kapcsolatban, az, nem ez, hanem azzal kapcsolatban szeretnék, és akkor már most így le is szűrtem, amit a Szent Lélekről szeretnék tudni, hogy a jó Istenhez nem, sajnos nem tudok nagyon sok imádságot, de én minden reggel a mi atyánkot és a fontos imádságokat imádkozom. De a Szentlélekhez külön a Szentlélektől hogy imád, vagy hogy kérjem azt, amit akarok, vagy szóval ezzel úgy meg vagyok zavarodva, hogy a Szentléleknek most lehet, hogy rosszul mondok, hogy mi a szerepe az életünkben, hogy a Jóisten küldi hozzánk a Szent Lelket, vagy tessék már erre nekem valamit mondani. Hát ugye, hogy a Szentléleknek a szerepe úgy jelenik meg, hogy, tehát, hogy ez a Isten küldi, persze, a Jézus küldi, tehát nyilván, hogy úgymond az Atya küldi Jézus által, de hogy ahogy jelen van a mi életünkben, tehát nyilván maga egy isteni személy, a Szent Lélek is. Az, hogy milyen szerepeket vagy funkciókat látunk, az gyakorlatilag abból sejthető, amikor látjuk a működését. Például a Jordán vizében, mikor megkeresztelkedik Jézus, akkor galambképében leszáll rá a Szent Lélek. Tehát, hogy például mondjuk, amikor valamilyen szentséggel megerősödünk, és az nyilván egyébként például mondjuk más szentségeket is jelent, akkor a Szent Lélek ott jelen van, hogy segítsen ilyen módon megsejteni azt a titkot, ami ott végbe megy. Tehát például, hogy szentségnél, mondjuk a keresztelésnél, hogy Isten gyermekeivé leszünk. Nem is értjük, hogy milyen hatalmas következményei vannak ennek, hogy mi Isten gyermekei vagyunk a keresztség által, de kezdjük megsejteni azáltal, hogy hívjuk a Szent Lelket. Vagy például a pünköstkor a Szent Lélek kiáradását ünnepeljük, tehát amikor az apostolokra leszáll a Szent Lélek, és nyilván ez is azt mutatja, hogy a Szentlélek úgy is jelen van, hogy amikor közösségben vagyunk, amikor együtt imádkozunk, tehát amikor megéljük, hogy nem vagyunk elszeparálva egyedül, külön-külön, hanem hogy közösségben vagyunk együtt, akkor gyakorlatilag ott árad ki a Szentlélek, és indít bennünket tettekre. Ott az történt, hogy ők be voltak zárkózva, és így gyakorlatilag utána a Szentlélek hatására mertek kilépni, kinyitni az ajtót, hirdetni az evangéliumot, mertek beszélni arról, amit ők maguk megtapasztaltak. Tehát ez is a Szentléleknek a szerepe, hogy motivációt ad, indít neki. Igen, tessék mondani. Igen, bocsánat, én azt szeretném mondani, hogy vidéken laktunk, és sajnos ott halt meg a fiam, ami borzasztó, és a férjem is, és itt most, ahol lakom, és minden reggel ott, ahol laktunk, a galamb leszállt oda az udvarunkban, megetettük, és szerettük, hogy jönnek a galambok. És akkor eljöttem ide ebbe a másik budapesti lakásba, és hát nagyon nehezen meg nem is bírom elviselni, hogy a fiam meghalt 10 éve, meg a férjem is. És akkor tessék elképzelni, hogy itt, ahol én lakom, kinézek, és Úristen, az egy pár galamb, amit ott láttunk a régi házunkba, az itt van, és amióta 4 éve itt lakom, minden áldott reggel leszáll a kerítés tetejére. És akkor egy fiatal ember, és ezt így elmeséltem, ő jobban tájékozott, és mondom neki, hogy te András, mi lehet ez, hogy ez a galampár minden reggel itt van, és akkor szinte már várom. Hát azt mondja, Erzsi néni, hát a Szentlélek küldte ide ezt. És ez tényleg egy ilyen misztérium, és hát ebbe kell belenyugodnom, és ezt kell tovább folytatnom, hogy felfogjam ezt, hogy a Szentlélek, de az, hogy én imádkozom minden reggel a mi atyánkat, meg a
a másik imádságot, a Szentlélekhez is külön imádkozzak? A Szentlélekhez persze lehet saját szavainkkal is imádkozni, de lehet akár a Szentlélekhez szóló imádságokat elővenni, Szentlélek litánia, de énekek is vannak gyakor. Kinek mi, melyik szimpatikus, de hogy most külön imádkozni, tehát ez nem azt jelenti, hogyha úgymond egy mi atyánkot mondok, akkor nincsen megszólítva a Szentlélek. Nyilván az atyához imádkozunk, illetve Jézus próbál erre indítani bennünket, hogy ő az atyához imádkozik, de Jézus úgy van jelen, mint egy barátunk, a Szentlélek meg úgy van jelen, mint egy segítőnk, aki például abban is segít, hogy az imádságban tudjunk megmaradni. Van, aki saját szavaival is szokott a Szentlélekhez imádkozni, más imádságokat vesz elő a Szentlélek. Hát köszönöm szépen, ezt most már így fogom majd fel, és így próbálok majd imádkozni, és azt szeretném nagyon megkérni, hogy Szűz Mária Isten anyja, én nekem is jó anyám, hogy majd ha sor kerül rá, akkor ezt az éneket szeretném meghallgatni. Ja, az Ó Mária Isten anyjára tetszik gondolni? Igen, mert anyám most is nem jól jó, mert én egyébként az imádságokat is, hát keveset, nem minden imádságot, de az énekekben tudom a lelkemet megnyugtatni és imádkozni. Úgyhogy ezt tessék szíves nekem, akkor Ó Mária, azért nem találtam az ima, hogy van az Ó Mária énekes? Isten anyja, énekem is jó anyám. Jó van, ne tessék haragudni, meg szerettem volna másképp fogalmazni, de ez így nagyon jó, most próbálom magamat helyre tenni, hogy is imádkozzak a Szentlélekhez. Jó, örülök, hogy tudtunk segíteni, és akkor buzdítom arra, hogy ne felejtsen el imádkozni a Szentlélekhez is akár. Igen, jó. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. És akkor a 126-os számú ének az Éneklőegyházban, illetve a 259-es számú ének a Szent Vagy Uramban, vagy Hozsannában, ugye a Jöjj Szentlélek Úristen, ezt az éneket kérték még több telefonálóval előbb, és akkor ezt is elénekeljük így közösen. Jöjj el, árvák, jámolom.
Ez az ének egyébként szintén pünkösthöz szokott kapcsolódni, de mint mondtam, nagyon gyakran előfordul, hogy például valamilyen tervezési folyamatban, megbeszélésben, egy lelkinapnak a kezdetén, vagy akár nyilván például tanévkezdéskor is kérjük a Szent Lelket, hogy indítsa a tetteinket, legyen a mi motivációnk, erőnk, illetve abba az irányba vezessen bennünket, ami Isten tervével együttműködik. És itt nyilván megint nem arra gondolok, hogy most akkor a Szentlélek ne indíthatna bennünk terveket, hanem nyilván arra, hogy sajátosan is segít bennünket Isten tervének az észrevételében, megtapasztalásában, megvalósításában. Közben van egy újabb telefonálunk, akit szeretettel köszöntök, dicsértessék a Jézus Krisztus. Interaki, amen, dicsértessék a Jézus Krisztus, én is köszönök. Nagy szeretettel köszöntöm az atyát és mindenkit, aki a műsorban van. Én Erzsébet vagyok, Galga Hívízől telefonálok. Üdvözlöm, Erzsébet. Voltam a Betszelen, a Mária napon, és akkor én arra gondolok, hogy most annyi háború, meg minden van körülöttünk, hogy a békéért meg a mindenért, mi szoktunk imádkozni, már a múltkor is elmondtam, azt hiszem, atyával is beszéltem, hogy hétfőn mindig imádkozunk a Szent Mihályhoz a békéjét, szerdán a szeretetlánk Rózsa misztika, vasárnap a Mária légió, de én mindig meg szoktam emlékezni, mikor a Szentmise szándékot kérek, mert az én édesapám Oroszországban meghalt és haza se ért. Tudom, hogy atya azt tudja-e, hogy magyar hősök, akiket már hiába várunk haza. A rózsafűzér királynéja, Kottára van ez. Uh-huh. Ez nagyon régi, én az édesanyámtól tanultam, és akkor azóta, amikor én Szentmise szándékot kérek, hogy a hősi halott édesapa, éber édesanyám is 50 évesre meghalt, a férjem is 56, úgyhogy sok, de a jó Istentől, még a szűzanyától mindig erőt kérek. Most kezdjük a Lurdi 9-et végezni, mert ugye két év múlva vasárnap Lurd, ugye a betegek tenetit föl lehet venni, és akkor ezt, hogy atya, hogy ezt tudja-e, vagy hallotta-e már, hogy magyar hősök, akiket már hiába várunk haza. Hallottam már az éneket, lehet, hogy egy kicsit hosszabb idő megkeresni, de hogyha lesz szünet, akkor megpróbálom megkeresni. Most még az egyik telefonáló kérte ez a Mária Istenanyja éneket. Hallottam. Azt is énekeljük, és akkor majd megkeresem közben valamikor ezt a magyar hősök, akiket már hallott, énekeltük is egyébként, ez hogy mondjam, tehát nálunk például mondjuk általában így a szülőfalumban ez jelen volt ez az ének például Minden Szentek ünnepén is, hiszen Minden Szentekkor is emlékezünk a hősi halottakra. És akkor így, amikor a hősökre emlékezünk, akkor volt ez így jelen. És valahol biztos, hogy megvan a szövegem, most hirtelenjében nem tudom, hogy azonnal meg fogom-e találni, de igyekszem. Az Ó Mária Istenanyja után akkor ráfordítok erre is egy kis figyelmet, és akkor megpróbálom megkeresni. Valószínű, tényleg nem egyszerre van, nem egy helyen van Önöknél melyik dallamra szokták egyébként énekelni? A Rózsafűzér királynéja. A Rózsafűzér királynéja végig. Magyar hősök, igen. Akiket, igen, király. Igen. Jó, igen, jó, akkor én is arra dallamra ismertem egyébként, tehát akkor igen. Valószínű nekem is hasonló szövegem lesz, mint ami önnek van. Ugye ezek nem annyi, tehát ezek tényleg ilyen népénekek, amiket nem annyira használunk hétköznapok folyamán, bocsánat, közben a lapozás miatt, de hogy megpróbálom megkeresni akkor ezt is, és akkor megnézzük. Nagyon szépen köszönöm, és hogyha jó Isten segít, mert imákot is én mondtam már, el is mondtak, hogy jó volna, hogy ezt elküldeném. De azt mondom, én nem vagyok olyan ügyes, hogy én elküldjem. Ha jó Isten segít, márciusban megint percerre megyünk a Mária napra, és akkor megegyeztük abba, hogy majd akkor elviszem, és a bórumnak odadom. Jó, jó. És akkor majd beírja ki a füzetbe, vagy hova mi. Ha most atya megengedi, még elimádkozhatna. Jó, akkor tessék elimádkozni. Nehéz a kereszted, megváltó Krisztusom, de amit rám mértél, szívesen hordozom. Szívemből szeretlek, ha meg is látogat,
elébe térdel egy barmi csapastas. Te Krisztus vagy, mégis összerogytál, én ezerszer kisebb porszem a pornal, viszem a keresztem, csak erőt adj hozzá, ha neked úgy tetszik, valjék áldozatta, minden bűnömet bocsáss meg a földön, hogy más világon engem ne gyötörjön, légy hozzám irgalmas, mennek földek, ura, imádkozz érettem Jézusnak, szent anyja. Köszönjük ezt szépen. Ezt a Zahar Béla atya, most az a plébánosunk formában beszélem is. Igen, és akkor, igen. És akkor én ezt valahogy tudtam, de nem így, és akkor ő indikém ezt leírta, és a padra tettem én ezt, annyit imádkoztam, még kívülről megtanultam, de még éjjel, mikor fölébredik, és álmomban is mindig ez jön be. Mert tényleg sok keresztet kaptam az életemben, nem sorolom, de viszont a Jóisten és az üzenye segítségével elbírtam viselni mindent, és most is ott érzem jó magam, ha én az Isten hazába lehetek. Jó, hát én is örülök neki, hogy köszönjük ezt a szép imát. Nagyon szép. Most sok népi éneket, meg minden régiségeket tudunk, és akkor itt végzük a 9-eket, mindeneket. Filomínához is végeztük, mikor a születésnapja volt, úgyhogy mindeneket. Atyám, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott, és a Jóisten áldja meg mindnyájukat, mert nagyon nagy szükségünk van az atyákra. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Köszönjük szépen. Úgy látom, hogy van még egy telefonálunk, akit szeretettel köszöntök. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Én vagyok a vonalban. Igen, ön van most már a vonalban. Egészen? Igen, igen, egészen. Én azt szeretném atyám kérdezni, hogy van-e az az ima, hogy én lefekszem kis ágyamba, testi-lelki koporsomba. Én ennyire emlékszek a gyerekkoromból. Ezt az imát keressük meg, hogy esetleg meg... Igen, meg még egyet szeretnék. Bocsánat! Semmi baj. Nem vagyok fájtanom. Tessék lenyugodni, és akkor utána elmondani. Van olyan ima, hogy Páduáni Szent Antal. Róla szól az az ének, de csak ennyit tudok belőle, hogy hallgat le rád, Jézus atyánk, jó úrunk. Vagy egy másikkal keverem össze, nem tudom. Meg hogy milyen, hogy lehet ezekhöz hozzájutni, ha van. Fúha, ezt most így hirtelenjében, most én se, most ezzel megtetszett fogni, mert most így ez az ének nekem se jut eszembe, hogy így nem ez a kezdősora, mert hogy... Na, Húzsán a könyvben nem találom. Nem, van Páduai Antal ének egyébként, éneklőegyházas is, meg más énektárakban is. Ennek is utána nézek akkor, jó? Mert most így hirtelennyében már fölhalmozódott, van ez a Ó Mária Isten, annyi azt még kérték, hogy ezt is. De akkor önnek meg elimádkozom, megtaláltam ezt az imádságot, ezt az én lefekszem én ágyamba, testi lelki koponsomba imádságot. Hogyha ezt így, ezt elimádkozom, és akkor utána, hogyha visszatetszik nézni, akár például este az ismétlést, ugye van, akik az ismétlést szokták nézni inkább, akkor például teljesen aktuális lesz ez az imádság. Jó? Jó, köszönöm szépen, addig is. Én lefekszem én ágyamba, testi-lelki koporsomba, három angyal fejem fölött, egyik őriz, másik vigyáz, harmadik a bűnös lelkemet várja. Én lefekszem én ágyamba, minden testi koporsomba, őriz álmom el ne nyomjon, ördög engem meg ne csapjon. Őrizzetek szent angyalok, forogjatok szent keresztek.
Én lefekszem én ágyamba, mindegy álom koporsómba, őrizzetek szent angyalok, forogjatok szent keresztek, hadd aludjam éjszakámnak, üdeibe, Ábrahámnak kebelibe. Én lefekszem én ágyomba, testi-lelki koporsómba, kerülj kereszt, őriz angyal, nehéz álom meg ne nyomjon, az ellenség el ne hagyjon. Én lefekszem én ágyamba, mint Úr Jézus koporsóba, Istennek adom lelkemet, fekete földnek testemet. Menj el, gonosz sátán, ne kísérts engemet, van én nekem fejem, az az én Istenem, ma holnap halálom órája történik, álom bírja testemet, ő pedig a lelkemet. Én lefekszem én ágyomba, minden testem koporsójába, nehéz álom el ne nyomjon, tőlem pokol eltávozzon, kerüljetek szent keresztek, őrizzetek szent angyalok, Úr színe láttáig, hajnal hasadtáig. Kimegyek én ajtómon, ott látok egy szövitneket, azon áll a Krisztus Urunk, térdig vérig, könyékig könyvbe. Ez a egyébként Erdély Zsuzsanna Hegyet hágék, lőtött lépék archaikus népi imádságokból van egyébként. Ez egy néprajzi gyűjtés. Igazából nem szoktuk annyira használni, illetve úgy vettem észre, hogy a szövegében is vannak olyan szövegmódosulatok, amiket már annyira nem használunk, illetve nyilván így régiesebb imádság is lehet, hogy közelebb visz bennünket Krisztushoz. Remélem, hogy vannak, akik ebbe is tudtak belekapcsolódni. Most pedig akkor az Ó Mária Isten Anyja éneket énekeljük. Ez egy modernebb ének, tehát ez nem feltétlenül ilyen régi, mint ez az előző volt. De még mielőtt elkezdenénk az éneket, még egy telefonálunk van, akit szeretettel köszöntök. Dicsértessék Jézus Krisztus! Dicsértessék Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Dicsértessék, ön van vonalban, miben segíthetek? Ja, én? Igen, én igen. Nagy Kátáról mondhatom? Igen, tessék nyugodtan mondani. Nagy Kátáról beszélek. Ma van a kisfiamnak az 58. születésnapja, és meg szeretném köszönni a drága jó Istennek, hogy ilyen áldott jó teremtést adott nekem, aki úgy szeret bennünket, hogy nagyon. És szeretnék kérni egy imát, egy éneket érte. És volt nekem egy súlyos balesetem a 3 éve, eltörte 2 gerincem, és azóta az a kisfiam, ez a világon mindent megtesz értem, és úgy hív engemet, hogy drága édesanyám, virág szálam, de szeretlek. 2 gyereke van neki, a egyiknek most lesz szeptemberben a kisbaba, de nem tudtak egyházesküvőt tartani a Covid véget, de másikra meg vannak esküdve, hogy lehet-e a kisbabát majd megkeresztelni. Hogy hát nyilván ez attól függ, hogy ők tényleg, hogyha nincsenek összeházasodva, akkor egyrészt azt buzdítom, hogy minél előbb házasodjanak össze. Na ugye... Templomba? Persze, hát benne van az Anyaszentegyház 5 parancsolatában, igen, hogy ugye házasságodat az Anyaszentegyház törvényei szerint kösd meg. Ugye bár a magyar fordításban nem mindig szerepelt, de ez az eredeti, tehát ez így fontos. Meg nyilván a keresztelés szempontjainál is az a fontos, hogy a szülők hitére kereszteljük meg ugye a gyermekeket. Tehát, hogy igen, nyilván a szülők élő hite az meg úgy válik élővé, hogyha ők is közelednek Krisztushoz. Tehát, hogy tényleg ez, hogy jó, tehát az, hogy jó lelkűek, ez nagyon pozitív. Tehát ez valószínűleg sejteti, hogy ők szívesen közelednének Krisztushoz. Igen, majd akkor, hogyha megszületik a kisbaba, és akarják a keresztelést, úgyis bemegyünk a parokjára megbeszélni a tisztelendő úrral, hogy igen. Ebben nem egészen egységes ugye a koncepció, hogy most vannak, akik ugye például megkeresztelik, úgymond akkor is, hogyha nincsenek összeházasodva. Itt nyilván egyébként azt a szempontot figyelembe kell venni, én ezt általában így szoktuk nálunk is, így van, hogy gyakorlatilag azzal a reménnyel kereszteljük meg a gyermekeket, hogyha tényleg tudnak közeledni a szülők is, meg a gyermek is ugye Krisztushoz. Igen. Tehát úgymond
nem csak locsolkodni szeretnénk, úgymond, tehát nem azon van a hangsúly, hogy vízzel leöntjük, igen, és akkor a szentség, igen, hatása akkor tud kibontakozni az ember szívében, hogyha van valaki, aki közelebb tudja őt vinni Krisztushoz. Ez lehet egyébként, igen, nagyszülő vagy keresztszülő is. Tehát most azért, igen, mondom, hogy akár önnek is így lehet ebben szerepe, de mindenképpen az egész család is ezen van, hogy egy gyermek tényleg közeledjen Krisztushoz. Igen. Úgyhogy ez egy fontos szempont, úgyhogy mindenképpen imádkozunk is érte erre a szándékra. Igen. Igen. Volt konkrét elképzelés is, hogy mi milyen éneket imádkozzunk, vagy... Vagy csak ó, így. Mária, Isten anyja, én nekem is jó anyám. Jó, akkor ezt imádkozzuk. De majd szeretném kérni a drága jó Istent, hogy engem is segítsen meg, hogy még jobban meggyógyuljak. És azt, hogy a család tartson össze nagyon. Igen, ez nagyon fontos itt tényleg, úgyhogy ezért erre a szándékra. A család nagyon tartson össze, mert van elég széthúzás. Igen. A fiam részéről nem, de a többi részről igen. Mm. Úgyhogy ez a drága jó fiam és a fia, most 58, az unokám 34 éves, minden áldott vasárnap áldozik az anyukájával. Mm. Nagyon jó nevelt gyerek, mindegyik egyetemista volt. Mm. De jó. És jó tanulók. Úgyhogy, ha lehetne, drága atya, akkor kérném szépen ezt, hogy jó Isten gyógyítson meg engemet is, és drága kisfiamnak adjon olyan szeretetet, hogy még továbbra is tudjon engem ápolni, jó, meg velem lenni, mert olyan sokat jön. Jó, hát akkor imádkozunk önökért is, meg az előző telefonáló is, aki kérte, és akkor az Ó Mária Isten anyja imádságot imádkozzuk. Ja, most mindjárt ezután, hogyha le tetszik tenni. És jó. Közben lesz még egy telefonáló, ha van annyi türelme, akkor majd a következő telefonáló még remélem, hogy megvárja, mert most akkor elénekelnénk ezt az éneket, ezt többen is kérték már, jó?
leszek mindig, ígérem ezt, szűz anyám. Ó, el ne hagy engem soha, vigasztaló pátronám. Benned bízva, téged áldva, van egy telefonálunk, akinek nagyon köszönöm szépen a türelmét, és szeretettel köszöntöm, dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus. Mindörökké, amen. Nagy Kátáról Dögei Lászlóné voltam, és szeretném az atyának mondani, hogy ha lehetséges, imádkozzon az én egészségemért, és azt, hogy a kisfiam továbbra is ugyanúgy szeressen, mint eddig. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, imádkozunk mindenképpen, meg ezért a egymás iránti szeretetért, illetve Isten szeretetért sohasem szünhetünk imádkozni, hiszen valójában ez az, ami áthatja az egész gondolkodásunkat, hogy egyáltalán Isten szeret bennünket, és ezt mi viszont szeretettel próbáljuk megjeleníteni egymás irányába, meg Isten irányába is. Ez nyilván nem mindig köszönöm annyira könnyű. Köszönöm szépen! Szívesen, szívesen. Úgyhogy ez nem mindig annyira könnyű egyébként ezt a viszont szeretetet megjeleníteni, de úgy gondolom, hogy erre is van lehetőség. Közben van még egy telefonálunk, akit szintén szeretettel köszöntök. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Igen. Nem vagyok vallásos, megértésüket kérem, hogy nem a szokásos módon köszönök be. Semmi baj, hát örülök neki, hogy így is tetszik telefonálni. Miben segíthetünk, vagy mi az, amiben van kérdés esetleg? Én egy 70 éves
Rokkant ember vagyok, családom nincs. Jelenlegi szenvedésem legfőbb okozója a halál. A halálból eredő félelmem napról napra erősödik. Ez a probléma az orvosokat egyáltalán nem érdekli. A panaszkodó embereket senki nem kedveli. Panaszkodni nem fogok, nem akarok terhükre lenni. Nyilván egyébként az, amit tetszik érinteni, így a haláltól való félelem, ez nagyon sokakban megjelenik. Az a nehéz egyébként itt ezzel kapcsolatban, hogy egy olyan területet érint maga a halálra való várakozás, ami máshogy jelenik meg, akkor, hogyha abban a reményben készülünk úgymond a halálra, hogy tudjuk, hogy van folytatása az életünknek, abban a reményben, hogy az örökké valóságban Isten szeretetében vár bennünket, illetve más, hogyha valaki úgymond a teljes megsemmisüléstől való félelmet jeleníti meg. Mert hogy nyilván, hogyha valaki nem abban a hitben él, tehát nincs az a remény az életében, hogy a halál után tovább élünk, illetve az örökké valóságban folytatjuk életünket, akkor erőteljesebb ez a félelem. És úgy gondolom, ez egyébként sokakban megjelenik ez a félelem, hiszen úgy gondolom, hogy Magyarországon egy kicsikét jellemzően van ez a tendencia, hogy inkább ugye általában, akik kicsikét idősebbek, ők közelednek jobban Istenhez. Ennek is lehet a hátterében az, hogy már ugye közel van az az Úr, amikor valamilyen módon szeretne nem a megsemmisülésbe hullani valaki, de hogy ez egy alapvetően szerintem azokban is jelenlévő félelem, akik egyébként hisznek Istenben, hiszen nem tudjuk pontosan, hogy mi hogyan történik velünk. Szokták mondani, hogy ugye a halálból eddig még csak egy valaki tért vissza, ugye a Krisztus, és ez is egyfajta hitet kíván tőlünk. De ugyanakkor ez a félelem meg valós, abban az esetben is, hogyha valaki egyébként vallásos vagy hívő. Itt nyilván egyébként az a nehéz ezzel, hogy az egészségügyi rendszer elsődlegesen úgymond a testet próbálja gyógyítani, nem pedig a lelket. És azok a csatornák, amelyek egyébként még más országokban működnek, vagy működtek az elmúlt időszakban, hogy a léleknek a gyógyításának alkalmas szakemberei, például mi lelkipásztorok, ebben próbálunk segíteni, ebben az elbúcsúzásban is. Nyilván az újabb tudományok kapcsán megjelent ugye a pszichiátria, azon belül nyilván különböző szakágak, nyilván a pszichológia is foglalkozik ezzel, lelki gondozók is foglalkoznak ezzel a témával, de hogy itt nincsenek úgymond olyan kész válaszok, ami egy csapásra el tud tetni ezt a félelmet. Sőt, ez a félelem, ez gyakorlatilag ott van még Jézusban is, hiszen a Getsemáni kertben vérrel verejtékezik, nem tudja, hogy mi fog történni vele. És nyilván ennek a feszültsége, amiben élünk, és ez azért fontos, mert ez is nagyon szorosan kapcsolódik ugye a mai témánkhoz, a teremtésvédelemhez, hogy a teremtett világ mulandó. Ami körülöttünk van, az minden változik, és itt találkozunk a változással, a mulandósággal, azzal, hogy valami véges, tehát hogy egy idő után vége lesz mindennek, amit, hogyha így körülnézünk, ez gyakorlatilag mindenre jellemző, és ugyanakkor a teremtett világhoz való hozzáállásunkhoz hozzátartozik az is, hogy mi a végtelen felé vagyunk nyitottak, illetve azt próbáljuk megtapasztalni, hogy mi az, ami állandó lehet, ugye a lelkünk például ebből a szempontból. Most egyébként így ezzel a félelmével így tudott valakivel egyáltalán beszélgetni, vagy még egyáltalán nem is nagyon keresett olyan szakembert? A belgyógyászommal
mert szívbeteg vagyok, a belgyógyászommal próbáltam beszélni, de ő azt a választ adta, hogy ez a probléma nem rátartozik, keressek fel egy pszichiátert. Ha orvostudomány szempontjából tényleg pszichiátert fognak javasolni, nyilván én vallásos szempontból inkább javasolnék egy lelki gondozót, egy vallásos szemléletű lelki gondozót, aki úgymond ez a Isten kapcsolat is jelen van ebben. De nyilván tényleg az, hogy kinek a kompetenciája, valószínűleg tényleg nem az orvosoknak a kompetenciája, mint ahogyan nyilván én is, mint aki a lélekkel foglalkozok, hát nem tudnának rám bízni egy szívműtétet nyilván. Tehát, hogy, de ugyanakkor én azt gondolom, hogy ahogyan szükség van a szív fizikai gyógyítására, hogy szükség van a léleknek a gyógyítására is, és azért tényleg én is buzdítom, hogyha teheti, akkor keressen olyan embert, akivel ezzel tud beszélgetni. Általában véve így atyák is szoktak ebben segítségül sietni. Nem feltétlenül azokban a keretekben gondolkozva, hogy mondjuk most gyónás, mert nyilván ez nem egy bűn. Tehát az, hogy az ember fél, az nem bűn. Az, hogy valaki közeledik Krisztushoz, egy délelőtt folyamán is jöttek elő ilyen énekek, ez senkinél nem borítékolható, hogy egyből ez így megvalósul. Tehát ez egy hosszú folyamat, hogy valaki közeledik Krisztushoz. Az ön életében is lehet, hogy jelen van ez a kegyelem kisvártatva, tehát nem sokára, de az is lehet, hogy akár ez akár hónapokig tart, még valamilyen módon megsejthetővé válik egyáltalán a hit, vagy hogy a hit mint kegyelem egyáltalán megjelenik az ön életében. Tehát én ezt buzítanám, hogy keressen ezzel tényleg olyan személyeket. Akkor még volna egy kis igen? Folytatás, jó, folytatás. De nyugodtan, persze. Igen, még tessék nyugodtan mondani, hogy... Ezt a műsort nézve engemet valami nagyon zavar. Igen? Mondhatom, hogy mi ja, persze, dolog? Nyugodtan, tessék, persze. Én látom az atya arcát, de az atya nem látja az én arcomat. Igen. Ezért mondom, hogy ez beszélgetés az, egy szemtől szembe való beszélgetés, ez sokkal másabb. Igen. De erre a problémára találtam egy megoldást. Igen. Feltettem magamat az internetre. Ha szeretnének megismerni, én hozzájárulok. Uh-huh. Rengeteg egyperces videót töltöttem fel. Uh-huh. És akkor ezek ott vannak fönt. És milyen információt adjak meg, hogy rám találjanak? Tehát nyilván most itt az, hogy hirtelenjében, hogyha így betetszik mondani a nevét, vagy az elérhetőséget, akkor mindenki, aki most nézte ezt a műsort, akkor az mindenki önre talál. De ez is lehet egyébként, tehát egy ilyen hype-olás, hogyha ezt így eltetszik hordozni. Tehát, hogyha így megtetszik mondani a nevét. De azt igen. is lehet, hogy a közösségszolgálatnak eltetszik mondani. Csak az, hogy most... Egy videóban látjuk viszont egymást, az még mindig nem az a személyes találkozás, hogy igazán megismerhessük a másikat. Tehát, hogy igazából nyilván a nézőknek segítség lehet, hogyha most bejátszanak egy videót önről, de nyilván az önnek leginkább, ami szüksége segítség, az nyilván inkább akkor jön elő, hogyha valakivel személyesen egyeztet időpontot. Akár aki a környezetében van, most nem tudom, én nem kívánom el, hogy elutazzon messzire. Tehát nyilván ez az ön is látja, hogy mennyit tud megtenni ezért, de nyilván erre vannak lehetőségek, hogy... Meg nyilván, az nem igen? segíteni a érdeklődőket, ha a videóim címeit bemondanám. Hát lehet, csak az nem biztos, hogy
Szerintem, hogy nem biztos, hogy mások, úgymond a videóra nem biztos, hogy nyitottak, hogy most megnézi. Tehát, hogy ha most például mondjuk azt meg tudnánk csinálni, csak ez egy másik fajta műsor lenne, meg idősek nem biztos, hogy nyitottak erre, hogy mondjuk webkamerával jelentkezünk be, akkor az úgy lehet, hogy segítség, hogy most van egy kép, de egyébként meg nyilván ez egy telefonálós műsor, tehát hogy eleve azzal a kerettel indulunk neki, hogy mindenki telefonálni fog, és ilyen módon találkozunk ebben a műsorban. Tehát, hogy a videóval maximum annyit lehet, hogy hát önt jobban megismerik néhányan, de attól most mi így beszélgetésben egyrészt nem tudjuk berakni most így fizikai, mert nem készültek hozzá technikusok, meg nem is biztos, hogy segíteni azt, hogy most személyesebb legyen a találkozás, akkor arra úgy kell készülni nyilván, hogy... De egyébként, hogyha így, most ő már felrakta internetre, most nem azért, hogy, tehát, hogy nem muszáj ez, de rengeteg olyan online csatorna is létezik, ahol önt jobban megismerhetik, hogyha olyan közösségi média eszközöket használ, amelyek kifejezetten arra vonatkoznak, hogy ha esetleg van otthon telefonján, biztos van kamera, akkor gyakorlatilag ott másokkal is tud beszélgetni, és akkor ők is meg tudják ön találni, hogyha ez így önnek segítség. És akkor ott nyilván látják az ön arcát is. Hát csak én arra gondoltam, hogy az atya is megismerhetni az arcomat, akikkel beszélgetek, mert József atyával is beszélgettem már, akkor ugyanez a gondolat felmerül bennem, hogy ez egy probléma, hogy én látom az atya arcát, ő meg nem látja az enyémet. Igen, ez egy sajátos része annak, hogy telefonálós ez a műsor, de mint mondom, vannak olyan műsorok is, jobbára inkább egyébként interneten, amelyekben tényleg lehet úgymond látható módon is egymással beszélgetni, és hát nyilván ennek is megvannak a keretei. Mi most nem is erre készültünk így technikailag sem, meg nem biztos egyébként az, hogy értem, hogy ön zavarja ezt, de nem vagyok benne biztos, hogy mindenki, aki most úgy most betelefonál, bemerné vállalni, hogy lássák az arcát. Tehát, hogy nem biztos, hogy mindenkiben van ilyen nyitottság. Mert egyébként lehet, hogy így telefonálás bevállal mindenki, de az már, hogy nézzék, azt már nem biztos, hogy mindenki bevállalná. Értem. Az örvendetes, hogy önnél van ilyen nyitottság, de nem biztos, hogy mindenkinél van. De hogyha bemondom a nevemet, akkor már az érdeklődők meg tudják találni a videóimat? Hát azt nem tudom. Tehát nyilván egyébként, hogy mondjam, ezek a, tehát az online kereső programok, tehát amik keresést vezetnek, azok nem biztos, hogy még hogyha beírják az ön nevét is, tehát hogyha mondjuk nem tudom, nyilván névfüggő is, akkor nem biztos, hogy azokat a találatokat fogják kiadni, amiket ön szeretne. Hanem... De hogyha megadnám a videóim címeit, és mondjuk bemondanák, vagy beírnák a címet, akkor gondolom, hogy az internet kiadná azt a videót, amit én feltöltöttem. Hát ez így nem tudok biztosra mondani. Tehát ez nem vagyok ebben biztos. Tehát a keresőprogramok azok alapvetően profitorientált nagy vállalatok, akik gyakorlatilag abból élnek, hogy reklámokat adjanak el nekünk. Ha úgymond ebben nem biztos az, hogy mindig olyan találatokat ad ki az internet egyébként, ami éppen az igazság, vagy ami jó. Úgyhogy ez nem biztos, hogy így, tehát ha betetszik mondani egy címet, még az se biztos, hogy eltalálnak önhöz. Jó, értem. Hát jó. Akkor a nevemet azért bemondjam. Hát igen, közben van egy másik telefonáló is, akkor, de így búcsúzás. A nevem, elbúcsúzok, jó? Jó, jó. Nagy Károly vagyok, a nevem Nagy Károly. Jó, köszönjük szépen. Rengeteg egyperces videó van feltöltve, akit érdekel, próbáljon rákeresni. Jó, köszönjük szépen, köszönjük. És akkor a következő telefonálót is szeretettel köszöntöm, dicsértessék a Jézus Krisztus. Én mindörökkel, mert én nagyon röviden szeretnék valamit megérdeklődni, hogy mit jelent az, hogy áldozattá válni? Most ez
A milyen értelemben tetszik kérdezni, mert ez így... Úgy tehát... szeretném megkérdezni, hogyha például van valaki, aki azt mondja, hogy például feláldozza az életét a gyermekeiért. Uh-huh. Tehát magyarán mondva, hogy lehetne akár színész, vagy énekes, vagy bármi, vagy valami, tehát ő a karrierjét tulajdonképpen feláldozza azért, hogy a gyermekeit neveli tulajdonképpen. És tulajdonképpen, hogy ez az áldozatvállalás, ez ezt jelenti? Hát ugye az áldozatvállalás több szintje van, több dimenzió, mert a világ az most gyakorlatilag az áldozaton azt érti, aki valamilyen módon kiszolgáltatott. Tehát, hogy áldozaton azt értjük, aki nem akarja világi értelemben, hogy őt bántsák, és mégis valamilyen atrocitásnak, fizikai atrocitásnak, vagy akár mondjuk szóbeli atrocitásnak van kitéve. Igen. Keresztény értelemben is többféle áldozat van. Az az áldozat, amit gyakorlatilag Krisztushoz értünk, az az áldozat egyfelől az ő döntéséből fakad, tehát hogy ő igen mondott arra, hogy vállalja értünk a kereszthalált, vállalja értünk a szenvedést, és az az áldozathozatal, amit például mondjuk a vértanúk meghoznak, szintén egy tudatos döntésből fakad, tehát ők valamennyire nyilván kiszolgáltatottak, hiszen senki nem akarja azt, hogy őt megkínozzák. Tehát ebből a szempontból vizsgálva nyilván ugyanaz a hasonlóság megjelenik, mint az áldozatban abban az esetben, hogyha a világi értelmét vesszük. A mi áldozatunk azonban valamilyen módon egy igenből is fakad, hogy vagy az, hogy elfogadjuk azt a szenvedést, azt a kiszolgáltatottságot, ami az áldozathozatalunkból fakad, tehát ilyen módon jelenik meg az áldozat, és maga az áldozatvállalás is, vagy pedig abból a szempontból is jelen van az áldozat, hogy például ugye a Krisztusnak egyetlen és örök áldozatába való bekapcsolódásunk által. Tehát ugye, amikor Szentmisén részt veszünk, gyakorlatilag megújul az az áldozat, amit Krisztus a kereszten adott értünk, és ebben a megújulásba kapcsolódunk bele, ebben a megújuló áldozatba, és ez az áldozathozatal ránk is jó hatással van. Akkor arról beszélünk, hogy nyilván áldozatot hoz valaki a másikért, abban is ott van ez a pozitív döntés, hogy én nem azért hozom ezt az áldozatot, hogy úgymond én valamilyen módon ebből kimaradjak, nem egy kiszolgáltatott vagyok, hanem olyan módon hozok áldozatot, olyan módon ajándékozok úgymond a saját szenvedésemből, a saját kiszolgáltatottságomból a másiknak, amiben látok valami pozitívumot, mint ahogyan Krisztus áldozata is pozitív volt. Vagy a vértanúk áldozathozatala is, az is pozitív volt, tehát hogy azokban is érték mutatkozott meg. Hát, egy mondat azt szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen kiből lesz áldozat? Hát ugye áldozat mond, itt megint csak különböző áldozat, hogyha világi értelemben vesszük, mindaz, akit valamilyen módon kiszolgáltatott helyzetbe hoznak, de hogyha keresztény értelemben vesszük, akkor Krisztus is azáltal lett áldozattá, vagy egy keresztény ember is azáltal tud áldozatot hozni, tehát áldozatvállalóvá azáltal tud válni, hogy igent mond erre az áldozathozatalra, ami számára ugyanúgy, mint például mondjuk polgári értelemben is nyilván szenvedésekkel jár, nyilván szomorúsággal jár együtt, de ebben mindig ott van a pozitív döntés, mint ahogyan Jézusnál is ott volt, meg a vértanunknál is ott volt, hogy nem menekültek el, nem tagadták meg Krisztust, hanem igent mondtak arra az áldozatra, amely akár az életük kioltását is jelentette, de ez nyilván nem csak ez áldozat, az is, hogyha tényleg valakiért szeretetből teszünk valami olyat, ami által ő közelebb kerülhet akár a másik emberhez, akár Istenhez, vagy boldogabb lehet. Ezek az áldozathozatalok is fontosak a mi életünkben. Igen, és egyetlen mondatnék, hogy tulajdonképpen, hogyha az ember tulajdonképpen, vagy az, aki tulajdonképpen áldozattá válik, vagy valami ilyesmi, akkor ez tulajdonképpen vállalja az Úr Jézussal való szenvedést. Tehát, hogy azt mondják, hogy senki, ha akármilyen áldozatot vállunk, vagy akármilyen vállunk,
különböző dolgokban, a leghatalmasabb szenvedése az Úr Jézusnak volt. Tehát a mi szenvedésünk és a mi problémánk, azok eltörpülnek az mellett, amin a Úr Jézus keresztül ment. És hogyha tulajdonképpen ezt elfogadom, hogy tulajdonképpen vállom a rám szabott keresztet, meg illetve a különböző dolgokat, akkor én ez kedves az Úr, a Jóistennek, hogy én tulajdonképpen ilyen hívő ember vagyok. Tehát, hogyha én ezt elfogadom, amit úgymond Isten megenged az én életemben, akkor ez egy alapvetően ez egy erény. Tehát ez a mi erényünk, hogy gyakorlatilag igen tudunk mondani arra a szenvedésre, vagy arra a kereszthordozásra, ami a mi életünkben megvalósulhat. Ilyen esetben igen, ez egy pozitív. Igen, és elmondottam, akkor ez azt jelenti, hogy meg nem esíti a lelkünket tulajdonképpen, lehet igen. Is mondani? Igen, tehát hogy az áldozathozatalok azok a mi javunkra is vannak azáltal, hogy nyilván tehát hogy segítik például az üdvösségünket, mert hogy ilyen módon, de azáltal is, hogy nyilván mi nyitottabbá válunk annak a kegyelemnek az elfogadására, amit Isten adni kíván számunkra. Tehát ezt is jelenti a mi életünkben, illetve nyilván, hogyha így hosszú távon vizsgáljuk magát az áldozathozatalt, akkor ez a üdvösségbe való bevezetésünket jelenti. Rövid távon nézve meg nyitottabbá válunk mindannak a nehéz kegyelemnek, vagy olyan dolgoknak az elfogadására, amik értékek, amik kegyelmek a mi életünkben, de nem könnyű azokat elfogadni, mert hogy időt kell ráfordítanunk, az életünkből kell ráfordítanunk, tehát hogy olyan jellegű elköteleződést kívánnak, ami egyébként nincsen mindig jelen a mindennapjainkban, tehát ilyen módon is segítség. Igen, és egyetlen egy mondat, ne, hogy többet nem is kérdezek, hogy akkor tulajdonképpen, hogy jól értettem azt, hogy tulajdonképpen, hogyha egy ember, magyarán mondom, mondjuk egy édesanyja vállalja a gyermekei tulajdonképpen az áldozatot, tehát lemond minden világi dologról, meg minden olyasmiről, amit úgynevezett ilyen világi élvezetekről, vagy hogy fejezem finoman ki magamat, akkor tulajdonképpen ez egy sokkal igazabb ember, mint az, aki tulajdonképpen megfutamodik ezektől a keresztektől, és azt az egyet, hogy a keresztektől nem lehet megszabadulni. Ezt a Jóisten adja, tehát ezt vagy elfogadjuk, vagy nem. Igen, a keresztnek az elfogadása az nyilván egy pozitív hozzáállás a mi oldalunkról, de összességében nyilván nem kényszerít bele bennünket Isten olyan keresztnek az elhordozására, amire nem volnánk alkalmasak. És éppen ezért nyilván, tehát hogy elfogadjuk ezt a keresztet, amit kapunk Istentől, de dönthetünk úgy is, hogy nem fogadjuk el. Ebben az esetben nyilván az áldozathozatalunk nem jelenik meg. Az más kérdés, hogy nem is biztos, hogy ennek következtében mondjuk áldozattá válunk. Ha Krisztus úgymond nem fogadta volna el a kereszthordozást, akkor nyilván nem vált volna olyan értelemben áldozattá, hogy ami most szemléljük. Nagyon szépen köszönöm, szívesen. És remélem, hogy nagyon sokan hallgatják ezt a műsort, hogy másnak is van ezzel kapcsolatban volt ilyen, hát szóval ilyen, hogy ilyen megerősítést akar kapni, hogy tulajdonképpen valójában, hogy az, amit ő az életében megtett, hogy az valójában olyan helyes, amit kell neki megtenni, és tulajdonképpen, hogy egy mondata jó úton jár a üdvösség és a örökké valóság felé. Túl érzem ezt, hogy ez így van. Igen, igen, ez egy lépés nagyon, lehet hozzá. Nagyon köszönöm, és az ön életére és a Jóisten áldását kívánom továbbra, és még nagyon sok szép ilyen műsorokat, és nagyon sok miséket, mindent kívánok önnek az életében. Köszönjük szépen, mi is. Dicsértessék a Jézus. Mindörökké, amen. És a műsorunknak, a műsoridejének a végéhez közeledünk, úgyhogy már a magyar hősök éneket azt majd szerintem egy későbbi alkalomra fogjuk majd későbbre fogjuk tenni. Egy rövidebb énekkel zárnánk, illetve majd utána elköszönnék, ez a Jézusomnak szívén megnyugodni jó.
Jézusomnak szívén megnyugodni, elmerülni benned, csendes, tiszta tó, földi bótolba étul, szíved enyhülést ad, te nálad lelkünk megpihen, kísírva sírt végad. Jézusom szent szívét láncsod öfte át, megnyitotta nékünk drága oldalát. Szent szívébe rejtve törli minden bűnünk, a szenvedés ott nem sajog, ő benne örülünk. És ahogyan megpróbálunk megnyugodni Isten akaratában, ilyen módon próbálunk közeledni ahhoz a teremtett világhoz is, amelynek a tiszteletére, szeretetére, illetve gondos ápolására hívott meg bennünket a Szentlélek, hiszen ezért is imádkoztunk a Szentlélekhez, hogy segítsen bennünket abban, hogy a teremtett világot, amely nyilván a Szent Háromság együttműködéséből és a mi aktív együttműködésünkből is gazdagodik napról napra, illetve ajándékként ezt megkaptuk. Ez a teremtett világ valóban szolgálja a mi üdvösségünket, hogy tudjunk megnyugodni abban, ami Isten akarata szerint jó, és tudjuk elfogadni azt is, ami nehéz, ami mulandó ebben a világban, amelyben a saját gyengeségünket tapasztaljuk. Kívánom azt, hogy sok erővel tudjon eltölteni bennünket a Teremtő Szentlélek, és indítson bennünket mindig arra a nyitottságra, hogy amin tudunk változtatni jó irányba, abban tudjunk a Szentlélekkel együtt működni, és legyen bennünk szent alázat, áldozathozatal, ahogyan erről beszélgettünk, arra vonatkozólag, hogy ahol bizony Isten bölcsebbnek alkotott meg valamit, ott tudjunk háttérbe húzódni, és engedni, hogy a teremtett világ rendje, Isten szeretete megvalósuljon a teremtett világban, a mi lelkünkben is. Kívánom azt, hogy mindannyian ezekkel a gondolatokkal gazdagodva tudjuk eltölteni a mai napot, és úgy dicsőíteni Istent, a teremtett világot szeretni, ahogyan arra valóban a lélek indít bennünket. Örülök, hogy a mai napon is együtt voltunk, köszönöm a kedves figyelmüket, és remélem máskor is találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!